messze arra, van egy olyan kávézó, ahol élő szurikáták vannak. Itt lakom a Gárdonyi téren, ismerek minden üzlethelyiséget mondhatni, de legjobban csak a totózóba megyek, mert lottózok már 60 éve. Hogy tudja-e, hogy itt a közelben van egy olyan kávézó, ahol élő kengurúk vannak? Tényleg? Hát megkérdeztem, hogy tudja-e esetleg. Hogy van itt ilyen? Igen. Aha. Tényleg van? Igen. Nem tudok róla, hol van? Hát elvileg arra felé található. És gyakorlatilag? Gyakorlatilag is. Tehát van itt egy kávézó, ahol van kengurú? Nagyon érdekes. Csapó, hét! Jó napot kívánok, hölgyem! Felteltünk önnek pár kérdést? Nem köszönöm, fiacskám, most sietek! És a Lidibe pedig jégkrémet szoktam venni, tekintettel arra, hogy káros szenvedélyem nincs, és a fiataloknak is ezt javaslom. Azt tudtad-e, hogy a közelben, ebben az utcában nyílt egy olyan fagyizó, ahol kengurúk, szurikáták vannak? Nem tudtam. És visszatérve a kérdésre, hogy tudott-e erről a helyről? Nem tudok róla. Nem. Élő kengurú. Most jöttünk onnan. Megnéztük a szurikátát. Az exotik kávéban. Én nem tudtam, hogy ott vannak kenguruk. Csak a szurikátákat láttuk. Honnan jött az ötlet, hogy egy ilyen kávézó? Honnan jött az ötlet, hogy 10-15 éve járok iskolákba előadni olyan gyerekeknek, mint te vagy. Rendhagyó biológia órákra, ahol egy elméleti anyag után kézbe adom az állatokat, és jól meg lehet ezt tapasztalni. És pont ez volt a lényege, hogy kézbe véve egy kávéagyüdítő mellett meg tudják a felnőttek, és gyerekek is tapasztalni, hogy ezek milyen állatok, mert nem bántanak, és hogy az emberekhez közel hozzuk a természetet. Hát ez édes! Ó, komolyan! Aha!